Orsovai Renit kapjuk mikrofon végre, aki nagyon csinos, gratulálok ma este is. Nagyon szépen köszönöm. Hát igen, mit lehet erre mondani, nem ez volt a nyitó kérdés, hanem hogy Reni, te egy kicsit ilyen oldalborda vagy, még mindig, mikor lesz az igazi Orsovai Reni előtérben? Ugye Rácz Gergő, Deniza Komisz, és kicsit azt érzem, hogy csapulsz egyiktől a másikig, miközben minden adottságod megvan ahhoz, hogy Orsovai Reni. Én nagyon szeretek egyébként oldalborda lenni, én ezt kifejezetten szeretem, ezt a szerepet. Kicsit féltem először így betörni, mint Orsovai Reni bárhova is, mert így elég nem volt régen önbizalmam, de úgy elkezdtem egy saját zenekart, úgyhogy csinálom, és most már egyre jobban fejlődünk, és most jövünk majd lemezzel, úgyhogy hallgassátok. Milyen zenét fogsz csinálni egyedül? Nézd, ilyen alternatív popzenének hívjuk mi. Igazából a mi lelkünk zenéjét, olyat, amit így az én érzelmeimből állítottuk össze a szöveget, meg a dallamokat, úgyhogy abszolút az én kis életemet írom le. Te írod a szövegeket, ez azt jelenti? Mindegyiket, igen. Mindegyiket te írod. Ó, hát akkor itt a belsőből táplálkozol maximálisan. Kik a partnereid zenékarban? Vörös Milán a gitáros, és Márkos Jóci a billentyűs, és van még mellettünk egy basszusgitáros és egy dobos is, a Bence és a Marci, de így hárman vagyunk a zenekarnak a fő csapása. Nem fognak haragudni a múltbeli partnereid? Vagyis hát ők még a jelenbeli is. Nem, egyébként próbálom úgy sakkozni, hogy mind a három zenekarral tudjak dolgozni, és tudjak energiát szakítani mindegyikre, mert egyiket sem hagynám ott semmi pénzért. Ó, és a Covid alatt mit csináltál egyébként? Tehát, mert ugye ott mindenkinek megállt az élet, főleg ugye a zenészeknek, és hogyha valaki csak a zenéből tartja fenn magát, akkor az igazán meglepődött. Neked volt-e valami B-verziód? Hát én tanítok egy középiskolában éneket, a művészeti szakközépiskolában az ének szakosoknak, úgyhogy én online oktattam a Covid alatt minden. Hát én ezt nem tudom, nagyon kis okos vagy. Igen, nagyon szeretem úgy egyébként ezt az oldalt is, úgyhogy... És te énekzenén végeztél valahol, énekzenei tanárnak? Én a Kodolányi János Egyetemen végeztem, úgyhogy... Akkor minden jogod megvan ahhoz. Jazz élek szakon. Úgyhogy minden jogod megvan ahhoz, hogy tanítsd az ifjúságot. Szeretsz oktatni? Ez neked könnyen megy? Igen, egyébként szeretek. Szeretem az egészet amúgy, nagyon, tényleg. Kicsit úgy érzem, hogy át szeretném adni azt, amit nekem nem tanítottak meg annó, hogy mondjuk hogyan kell kezelni énekesként a negatív kommenteket, vagy éppen a dalszövegírás, hogyan kell kivitelezni, hogyan kell kérni a fülmikrofonba azt, hogy mit ki szeretné hallani, szóval elég sok minden van, amit szerintem hasznos tanulniuk egy énekes pályára tévedő diákoknak. A legszebb pillanat, amikor búcsúzunk, és a vonatra felszállsz, könnyes szemmel arra gondolok, nehogy lemaradjál. Szevasz Nagyferú, az ország nagyferúja, aki kimondom, figyelj, te nem tudsz megöregedni. Ezt jól látom? Én nem tehetek róla, az Úristen csinálja ezt a dolgot. Én sokszor mondom az Úristennek, hogy na figyelj, vegyünk már vissza ebből a tempóból. Azt mondja, hogy na, neked küldetésed van. És arra gondolom, hogy nekem? Nem. Nincsen már. Alapvetően imádnak bármerre mész. Te egy nagyon jó ötvezet vagy, és nekem egy, megmondom őszintén, egy példaképem is, mert és azóta, amióta a Garázs című műsort csináltad még a 80-as években, ezt nagyon bírtam, hogy van egy olyan rockzenész, aki mer olyan lenni, mint amilyenek kicsit tőlünk nyugatabbra voltak a rádiókban, tévékben. Sose láttunk olyat. Nekünk te voltál az első, aki a Garázsban, mert rakoncátlan lenni, üvöltözni. Igen. A kedvencem volt, hogy küldjél jet. Igen. És nekem a kedvencem a szűzhártya szaggató je volt. És mondom, hogy... Matek tanár robbantó je. Igen. Mindenféle je volt. Én imádtam azt a műsort. Az a baj, hogy
eltelt 3 év, és utána kaptam érte egy állami díjat, tehát kaptam, de utána szépen kipakoltak engem onnan. Azt meséld el nekem, ez sokkal jobban érdekel, hogy nem az, hogy hogy távoztál, hanem hogy kerültél oda. Hányban volt ez? 88. Hát akkor még ugye a rendszer végnapjait éltük. Igen, 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 de nem tudtuk, hogy azok a végnapjai. Így van. És kitalálták, hogy csináljunk a fiataloknak egy műsort, aminek a Garázs lesz a címe, de utána, amikor beültem a rádióba, akkor én azt hittem, hogy figyelj, rádiózásra mindent tudok. Kapcsolod a mikrofont, azt nyomom. Olyan voltál nekünk, mint a Jó reggelt Vietnámba, a Robin Williams, aki ugyanaz volt, pedig akkor még az a film nem is volt talán, még nem ugye? Volt, nem igen, még nem volt, de amikor rá egy évre megjött, akkor néztem, hogy már ezt is kitalálták Amerikában, akkor nem én vagyok a legújabb. Azok a boldog szép napok. Beállt Ricsa téren, ugye most lesz a nagy jubileumi koncert. Igen. Mi lesz a meglepi rajta? Tudom, hogy lesz Sasza rajta állítólag. Igen, a Sasza az egyik vokalista, de hogy mondjam neked, azt szoktam mondani, hogy aki látta a Rammsteint, felejtse el, mert most jön az igazi magyar Rammstein. Nem, hát azért azt nem lehet utolérni. Én láttam őket, de egy picit azért abból tanultam, hogy hogy kell ezt csinálni. Úgyhogy nálunk a színpad két színén egy szovjet és egy amerikai csizma lesz. Köszönöm szépen, Nagy Feró, jó munkát és jó bulit nektek! Viszlát boldogság, rád nincs orvosság, ez van, ki csinált ez a lát. Hát viszlát, elmentem, azt hiszem fúra kiégtem, megbíztam, de benéztem. Kicsit besokaltam most már. Az ország egyetlen producer DJ-jével beszélgetek, aki vette a bátorságot már évekkel ezelőtt, hogy saját dalokat alkosson külföldi mintára. Ez nyilván nem tőled kéne, hogy megkérdezzem, kedves Lotfi Begi, mert hogy vele beszélgetünk össze, nem kell bemutatnom téged, de hogy ez a többi DJ kollégádnak miért nem jutott eddig eszébe, hogy dalok, énekesek, kooperálás minden szinten. Ez hogy ez neked jutott ez a feladat így országosan? Előttem is voltak olyan DJ-k és voltak olyan lemezlovasok, akik ezen az úton haladtak. Talán annyiban van igazad, hogy én voltam az első, és ez lehet, hogy nagyképűen hangzik, de aki megpróbálta a stílusokat ötvözni, megpróbált például egy Hooligans-szel elektronikus zenét csinálni, vagy egy Rúzsa Magdival elektronikus zenét csinálni, vagy egy Zoltán Erikával trap zenét. Tehát, hogy én annyiban különbözök a többiektől, hogy megpróbáltam ezeket a dolgokat vegyíteni, és ezzel, ahogy szokták mondani, az olónak a száját nagyobbra nyitni. Mert aki mondjuk hallgatja a Hooligans-t, meg hallgatja a Lotfi Begit, azok valahogy összejönnek, és akkor még nagyobb közönséghez jut el. Mi a jövő? Hát a jövő az továbbra is az, hogy nagyon sok fellépés, nagyon sok kooperáció, és nagyon sok új dal. Most fog jönni egy új dalom a Nagy Adrival, aztán lesz egy közös Gáspár Lacival és Curtisszel, aztán lesz egy remix Radics Giginek, bár mindig megfogadom magamnak, hogy nincs több remix, megpróbálok. Hát most már lassan 5 éve szeretnék egy saját teljes albumot csinálni, de nem jut rá idő. Mert mindig jön egy olyan felkérés, mindig jön egy olyan telefon, hogy ezt megcsinálnád, ehhez lenne kedved, és persze, hogy lenne kedvem, hogy ne? És a saját dolgom ez egy picit háttérbe szorul, de kit hagytam ki? Még lesz egy Kozma Orsi remix is, ezek vannak most így biztosra, de van még, amin közösen dolgoztunk, ugye a Nagy Fradi lemez, ami pont 1 éve jelent meg, és azóta aranylemezé vált, aminek nagyon-nagyon örülök, hogy annak is lesz folytatása, ha nem is teljes album formátumban, de hogy lesznek egy-egy dalok, mert hogy a közönség szerette, működött a dolog, úgyhogy maradunk a sport és a zene vonalán.
Ez volt a Sláger TV és a Sláger FM közös születésnapi partiáról készült exkluzív beszámolunk első része, de annyi sztár volt jelen az eseményen, hogy a jövő héten innét folytatjuk a beszámolunkat. Addig is köszönöm a figyelmüket, hiszen már a véget ért a Sláger TV híradó. A műsorral kapcsolatban továbbra is várjuk véleményüket és javaslataikat a slagertv@slagertv.tv e-mail címen, illetve műsorunk a vasárnapi ismétlés után megnézhető a Magyar Sláger TV YouTube csatornáján is. Mára ennyi volt, de ne feledjék, találkozunk legközelebb is, hiszen a hírekből és a sztárokból sosem elég. A viszontlátásra!